Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, köszöntelek benneteket. Egy nagyon különleges témáról fogunk ma beszélgetni. Itt ül mellettem Bodnár József, a Vasutasok Szakszervezetének szakmai képviselője. A témánk pedig a Férfiak 40 program. Ez egyébként nagyon közel áll az én szívemhez kétszeresen is. Egyrészt, mint Mi Hazánkos politikus a Víradat programunkban szerepel ez a programpont, illetve mint a Férfiak civil társaság alelnöke, nagyon is magaménak érzem a férfiak és nők egyenlő jogainak képviseletét, melyben nyilván ez a kérdés is beletartozik. Bodnár úr volt az, aki 2015-ben népszavazást kezdeményezett ebben a kérdésben, hát számtalan elképesztő fordulattal. Szó lesz majd itt ajánlások megsemmisítéséről, szó lesz majd itt elképesztően megindokolt bírósági végzésekről, sőt, Bodnár úr még talán azt is elmeséli nekünk, hogy hogyan vállalt volna ő inkább börtönt, mint sem, hogy jogtalan illetékeket fizessen, de át is adom neki a szót. Bodnár úr, kezdésként mondja el nekünk, kérem, hogy pontosan mi is ez a Férfiak 40. Köszöntöm a nézőket. Hát onnan indítanék, és mindig azt szoktam mondani, hogy a kályhától induljunk el. 2014. augusztusában levelet írtam az Európai Unió biztos, magyarországi biztosának, hogy hogyan is van az Európai Unió országaiban a férfi 40 és női 40 kérdése. Erre azt a választ kaptam, hogy ez az Európai Unió országaiban működik. Ezt követően 2014. novemberében újabb levelet írtam az Európai Szakszervezeti Szövetség főtitkárának, és megkérdeztem, hogy milyen segítséget tudnak nyújtani, ha Magyarországon uniós tagként ezt a folyamatot elindítjuk. Azt a választ kaptam, a háttértámogatást meg tudják adni ehhez a munkához. Ezt követően 2014. december 31-ével a kormány megszüntette a korkedvezményes nyugdíjazást, és ez megerősített abban, hogy itt tovább kell lépni. Ugyan ebben a kormányhatározatban szerepelt, hogy ki kell dolgozni helyette újabb rendszereket, ahol azok a munkavállalók, akik egészségkárosodás következtében veszítik el munkájukat, és nincs kialakított, rehabilitált munkakör, ezen munkavállalók részére legyen meg a lehetőség, és ezt a szót húznám alá többször, egy lehetőséget kell megteremteni arra, hogy az élete végéig, a ledolgozott, hosszú munkás évek után ellátása is biztosítva legyen. Bocsánat, hogy a szavabrágok, csak azok kedvére, a nézők kedvére, akik nem teljesen napra készek a nyugdíjtörvényből, azt mindenképpen mondjuk el. Ugye itt arról van szó, hogy a kormány 2014-ben, ahogy Bodnár úr is mondta, megszüntette a korkedvezményes nyugdíjba menetelés lehetőségét, ehelyett bevezette a Nők 40 programot, ami azt jelenti, hogy a nők és csak a nők 40 év munkaviszony után elmehetnek nyugdíjba, akkor is, ha egyébként a nyugdíjkorhatárt nem érték el, illetve 1-2-3 akárhány megszült gyermek után ez a 40 év továbbra is csökkenthető. Ami ugye teljesen rendben is van, ezzel párhuzamosan viszont a férfiak nem kapták meg ezt a lehetőséget, illetve, hogy hallottuk, megszűnt a különböző veszélyes munkakörben dolgozó emberek, ami ugye most a férfiakra vonatkozik, dolgozó emberek lehetősége a korkedvezményes nyugdíjra, úgy, mint katonák, tűzoltók, rendőrök, vagy éppen a vasúti dolgozók, és innen indulunk, tehát akkor innen indul ez a történet, hogy Bodnár úr akkor, ahogy mondta is, neki állt felgöngyölíteni, hogy mit lehet tenni az ügy érdekében. 2015 tavaszán beadtam a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz egy kezdeményezést, hogy népszavazást szeretnék indítani ebben az ügyben. Erre egy határozatot kaptam, amely azt jelentette, hogy nyilvántartásba vették a kérésemet, majd március 30-án a Nemzeti Választási Bizottság a kezdeményezésemet elutasította, és ebben úgy gondoltam, hogy tovább kell lépni, ezért itt már jogi segítséget kellett igénybe vennem, hogy a kúriához forduljak fellebbezéssel a Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen. A kúria 2015.
június 30-án hozta meg a végső döntését, hogy a kérdés Magyarországon népszavazásra feltehető, ez nem sérti az alapjogot, nem sérti a költségvetési törvényt, ugyanis a kérdés, és ez fontos azt hiszem elmondani, úgy szólt, hogy egyetérte ön azzal, hogy az országgyűlés a nyugdíjjogszabályok megfelelő módosításával a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-től a férfiak számára is tegye lehetővé Magyarországon a nők számára biztosított kedvezményekkel történő nyugdíjba vonulás lehetőségén. Tehát ez egy jövőre nézve azt jelentette, hogy költségvetést is lehet a következő évre tervezni. Így magánszemély indította el teljes mértékben. Azt mindenképpen mondjuk el, hogy ugye ez a férfiak 40 egy fontos program, de ön személy szerint miért gondolta fontosnak, hogy ez a férfiak részére is fönnálljon ez a lehetőség? Nagyon jó a kérdése. Tehát én szakszervezeti érdekképviselőként 1975-től a vasúton dolgozom. A vasúton a pályamunkásokkal, a felső vezetékszerelőkkel, műszerészekkel, lakatosokkal, tehát a fizikai munkásokkal naponta együtt. Láttam azt az előregedést, amikor már valaki 40-42 éves munkaviszonnyal rendelkezett, hogy mennyire fáradt el a nehéz fizikai munka következtében. És mivel azok a lehetőségek nem voltak meg ezen munkavállalók számára, hogy egy kedvező feltételekkel, akár egy csökkentett nyugdíjjal is, de ezt igénybe tudják venni, ezért úgy gondoltam, hogy mindenképpen körbe kell ezt a témát járni, hogy ha már 2004-től az Európai Unió tagjai vagyunk, akkor hogyan van ez az Európai Unió országaiban? Magyarországhoz hasonlóan Portugáliában is 65 év a nyugdíjkorhatár, de a 40 év ledolgozott munkaviszony után a nők és a férfiak egyaránt elmehetnek nyugdíjba. Ez egy lehetőség számukra. Viszont a 40 év munkaviszony és a 65 éves életkor között büntető pontokat kapnak, és a teljes nyugdíjat csak a 65. életév betöltése után biztosítják a részükre. Tehát ez is egy jó megoldás. Ugyanezt Horvátországban személyesen tettem fel ott élő magyarul jól beszélő munkavállalóknak, akik elmondták, hogy 40 év után a lehetőség ott is adott. Tehát én nem más szerettem volna, hanem egy rugalmasságot, a jelenlegi, illetve most visszatérve a 2015-ös rugalmatlan a rendszernek a feloldására. Igen, és azt ugye mindenképpen hozzá kell tennünk, hogy azért azt is tudjuk, hogy a várható élettartama a férfiaknak 7 évvel rövidebb, és a dolgozók közül a fizikai munkát végző férfiak élettartama még rövidebb, az övék gyakorlatilag ilyen 65 év körül van. Tehát ugye erre szoktuk azt mondani, hogy nagyon sok dolgozó férfi gyakorlatilag a munkából megy a temetőbe, tehát még néhány év nyugodt nyugdíjas kor sem jut neki, ahol egy kicsit megpihenhetne, foglalkozhatna a családjával, és ugye, ahogy ön is említette, mivel alapvetően fizikai dolgozókkal tartotta a kapcsolatot, az ő problémáikkal foglalkozott, vagy foglalkozik a szakszervezeti munkájában. Így ezt test közelből látta, hogy ez valójában mennyire is érintette őket a 2014-es változás, nyugdíjtörvény változás után. Tehát ez valóban úgy kell elképzelnünk, hogy 62-3-4 éves idős, akár rossz fizikai állapotú emberek, vagy továbbra is végezték a nehéz fizikai munkát, ahogy tudták, vagy kénytelenek voltak fölmondással munkanélkülinek lenni, vagy hogy történt ez általában? Sajnos annak a ténynek voltak kitéve ezek a munkavállalók, hogy akár egy éves leszázalékolással, tehát vagy hosszú táppénzek megszakításával tartották fenn a munkaviszonyukat azok, akik a munkájukból adódóan lettek valamilyen károsodásnak kitéve, és ezáltal azt a akár fizikai,
vagy fizikai és szellemi munkát nem tudták elvégezni. Tehát ennek azért volt jelentősége, hogy ebben a kérdésben valami egységesség szülessen. A másik oldala, és ez nagyon fontos, hogy azt a diszkriminációt, amit azáltal, hogy a 2011. január 1-től bevezetett női 40 biztosított, úgy gondolom, hogy a 2003 évi esélyegyenlőségi egyenlő bánásmódról szóló törvény is kimondta, hogy itt az esélyegyenlőséget mindkét fél, vagy mindkét nem számára biztosítani kell. A vasminiszter Baross Gábor szavaival élve minden állampolgár annyit ér, amennyit a köz javára tesz. Ez szintén egy olyan motiváció volt, hogy most, amikor van lehetőség rá, akkor meg kell tenni. És mivel Magyarországon joga van mindenkinek ilyen kérdésben a hatósághoz fordulni, úgy gondoltam, hogy élek ezzel. Természetesen, hogy feltérképeztem azt, hogy ebben az a szakszervezet, amelynek én is tagja vagyok, azt a támogatást, illetve a szakszervezeti szövetségek azt a támogatást meg fogják-e adni, amennyiben ez a kérdés elfogadásra kerül a kúria által. 2015. július 2-án a Magyar Közlönyben megjelenik a kúria döntése, hogy igenis lehet ebben a kérdésben Magyarországon népszavazást tartani. Megkaptam a kérdést azzal a mintalappal, amelyet sokszorosítva az ország különböző pontjaira juttattam el. Július 10-én, pont a születésnapomon történt, amikor ez a határozat megérkezik. Én hitvallásom szerint a kemény munkában hiszek, és abban, hogy egy tisztességesen ledolgozott 40 év munkaviszony után annyi TB járulékot fizet be a munkavállaló, hogy ez az ő nyugdíjas éveire biztos, hogy elegendő. Utána néztem a KSH adataiban, és azt kellett meglátnom, hogy a nők 8 évvel hosszabb ideig élnek, mint a férfiak, ezáltal kimutathatóan a férfiak sokkal rövidebb ideig tudják igénybe venni a TB által fizetett nyugdíjat, mint a nők. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy a kezdeményezésem első percétől kezdve az volt a hitvallásom, hogy a női 40 megtartása mellett kell a férfiak számára is a lehetőséget biztosítani. 2015. november 3-ig kellett, hogy összegyűjtsem a 200 ezer aláírást. Azt azért tudomásul kell venni, hogy egy július 13-ai sajtótájékoztatót követően Miskolcon a Kordás László Magyar Szakszervezeti Szövetség elnökével közösen kiálláson indítottuk el ezt az aláírásgyűjtési kampányt, és nagy sikere volt a régióban. Ezt követően meg kellett keresnem valamennyi szakszervezeti szövetséget, hogy annak kapcsán, hogy az országba teljes körű lefedéssel mindenkinek legyen lehetősége nyitott területen részt venni az aláírás gyűjtésében, illetve aláírni az aláírásgyűjtő ívet, ezért kerestük a minél szélesebb körben a lehetőséget. Annak ellenére, hogy magánemberként szakszervezeti támogatással, szakszervezeti aktivisták bevonásával, és itt külön szeretném megemlíteni a szakszervezet női tagozatát, akinek képviselői nagyon sok helyen az országban segítették a férfi 40 aláírásgyűjtő íveket. Azokra a sajtóhírekre pedig mindenütt, mindig a médián, illetve az elektronikus felületeken is megadtuk a választ, hogy nem kell félniük azoknak, akik már nyugdíjban vannak,
nem lesz az ő nyugdíjuk ezáltal kevesebb, ugyanis, és itt nagyon fontos adatok után mentem ismét utána, ami azt jelentette, hogy Magyarország zárszámadási törvényét néztem meg, ahol is lehetett látni, hogy 2014-ben mintegy 185 milliárd forint, 2015-ben egy 158 milliárd forint, majd 16-ban már ez 89 milliárd forintos összegre plusz a kifizetett nyugdíj után marad benn ebben a nyugdíjkasszában. A befizetett nyugdíjjárulékok és a kifizetett tényleges nyugdíjak közötti pozitív mérleget mondtuk el most, ami három évben is egy ilyen elég komoly összeg, tehát lett volna financiális háttere annak, hogy ezt a Férfiak 40 programot legalábbis elindítsák. Plusz akkor összegyűlt több mint 100 ezer aláírás igen rövid idő alatt. Így van. És hát ekkor ért, derült égből villámcsapás, amikor arról kaptam értesítést a Nemzeti Választási Bizottságtól, hogy alkotmányjogi panasz érkezett az Alkotmánybírósághoz, és az Alkotmánybíróság szeptember elején ezt a kérdést befogadta, és szeptember közepén meghozta döntését, hogy a népszavazási kezdeményezést, ami már félúton volt, és hát én itt azt a megjegyzést engedjék meg nekem, hogy Magyarország történetében azért ilyen nem volt, hogy egy kúria zárójelben, mint legfelsőbb bíróság által jóváhagyott népszavazási kezdeményezést egy alkotmányjogi panaszra hivatkozással félúton megállítsanak. Mert ezt a kérdést meg lehetett volna előzni azzal, hogy már a kúriánál sem járulnak hozzá ennek a kérdésnek a feltevéséhez és az aláírásgyűjtés elindításához. De mivel ez már elindult, félúton volt, és nagyon sok fórumot tartottam nyugdíjszakértővel, közgazdásszal, különböző klubokban, beszélgetéseket folytattunk arról, hogy milyen hatásai lesznek egy férfi 40 bevezetésének Magyarországon. Itt a költségvetésre való hivatkozással, hogy ez mennyire befolyásolja egy következő év költségvetését, hogyan kell számolni azzal, hogyha itt százezrével, hangzott így el, a férfiak is igénybe veszik a 40 év utáni lehetőséget. Ezért volt nagyon megdöbbentő, hogy egy nőszervezet, illetve civil magánszemélyek alkotmányjogi panaszt nyújtottak be, és ezt az alkotmányjogi panaszt az Alkotmánybíróság befogadta. 11 alkotmánybíróból 4 alkotmánybíró külön véleményt fogalmazott meg az eljárással kapcsolatban, és hát szokták mondani, hogy ha idézünk, akkor csak pontosan. Én ezért itt szeretném beolvasni azt a pár mondatot, amelyet Stumpf István alkotmánybíró fogalmazott meg ezzel kapcsolatban, amikor is azt mondta, hogy az Alkotmánybíróság a panaszokat nem fogadhatta volna be az alaptörvény 8-as cikk 3-as bekezdés B pontjával való összhang szempontjából, a kúria döntését törvényesen nem vizsgálhatta volna felül. Ez egy nagyon fontos megállapítás és leírása ennek. Aztán a kúria részletesen elemezte az alaptörvény 8-as cikk 3-as bekezdés B pontjában foglalt tiltott népszavazási tárgykör tartalmát, majd pedig a 19. cikk 4. bekezdésével való összefüggését. Tehát az Alkotmánybíróság a jelen ügyben elért alkotmányjogi panasz befogadásának eddig alkalmazott kritériumaitól jelentősen eltért, ennek a jövőre nézve többféle nem kívánt következménye is lehet. Ez szó szerinti idézet a Stumpf István által megírt határozatból. De
ki kell hangsúlyoznom, hogy voltak más alkotmánybírók is, akik külön véleményt fogalmaztak meg, és ezzel kapcsolatban elmondták, hogy nem értenek egyet a kúria döntésének a megsemmisítésével. Az alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz befogadását meg sem tehette volna, ezt másik alkotmánybíró is megfogalmazta. Ezért éreztem azt ennek a határozatnak a többszöri elolvasása után, hogy itt egy külső hatás érhette az alkotmánybíróságot, hogy ilyen döntést hozott ebben a kérdésben. Gyakorlatilag arról van szó, akkor összegezve, hogy egy már a kúria által jóváhagyott, jogilag minden szempontból szövegileg megvizsgált és jóváhagyott népszabadási kezdeményezés, mely ráadásul több mint a felénél tartott sikeresen, kezdeményezést az Alkotmánybíróság arra hivatkozva kaszált el gyakorlatilag, hogy két magánszemélyet, még a szervezet is, ha jól tudom, magánszemélyként adta be, egy frissen alakult feminista nőszervezet nevében egy ügyvéd hölgy, illetve egy másik magánszemély, akik, ha jól tudom, de javítson ki, hogy arra hivatkoztak, hogy ez a népszavazás amennyiben sikeres lesz, és a Férfiak 40 program megvalósul, akkor ez őket hátrányosan érinteni. Így van. A jogszabályok szerint ezt nekik indokolniuk kellett volna, hogy őket személy szerint ez hogyan érinti hátrányosan, amit egyértelműen nem tettek meg. Ez a külön véleményekből is nagyon szépen kiolvasható, és mindezek ellenére fogadta be ezeket a külön véleményeket, és ezek alapján állította le az egész processzust a kúria, ami, ahogy ön is mondta, egy egész egyszerűen elképesztő mód, ilyet nem lenne szabad nemhogy csinálni, de megengedni sem, ez mégis megtörtént. És nem csak, hogy megtörtént, de őt még kötelezték is arra, hogy... Köteleztek arra, hogy a 110.134 aláírást, amelyet hivatalosan már bekötegeltünk, átadásra előkészítve, hogy ezeket meg kell semmisítenem, erről a megsemmisítésről képeket és videót kell készítenem, és ezt meg kell küldenem a Nemzeti Választási Bizottság részére. Hát szerintem látszik, hogy elképesztő, és hát el tudjuk képzelni, hát vagy legalábbis csak belepróbálhatunk helyezkedni abba, hogy önnek ez milyen érzés lehetett, hogy ezt a hatalmas munkát, ezt nem csak, hogy meg kell semmisíteni, de ha jól értem, arra kötelezték, hogy ön saját kezűleg, sem, ezért ez egy nagyon komoly cinizmus, nem? Hogy ez... Így van. Tehát gondoljanak bele abba, hogy ott ülök egy aprító gép előtt egész nap, és rakom bele egyesével az aláírásgyűjtő éveket, majd miután ezek feldarabolásra kerültek, azt követően az egyik barátomtól kellett kérnem itt Budapesten egy 200 literes vashordót, és abban egy egész délután igénybe vett, hogy ezt a Magyar Szakszervezeti Szövetség udvarán elégessem, és erről elképesztő felvételt készítsek. Elképesztő. Tehát ez megtörtént, ezt követően pedig megküldtem ezt a választási bizottságnak, illetve megfogalmaztam egy nyílt levelet az Alkotmánybíróság tagjainak, az Alkotmánybíróság elnökének, hogy úgy érzem, hogy itt a tisztességes eljáráshoz való jogom sérült, és hát ebben az ügyben tovább fogok lépni. Megkaptam a Nemzeti Választási Bizottság népszavazást elutasító végzését, és ezen eljárásnak volt egy illetéke, amelyet mint népszavazást kezdeményező magánszemély 10.000 forint illetékben állapítottak meg. Ezért írtam egy levelet, hogy és tartottam erről akkor egy sajtótájékoztatót, hogy inkább a börtön, és nem kívánom megfizetni ezt a 10.000 forintos illetéket, nem az anyagiasság miatt, hanem elvi okok miatt. Azt gondolom, hogy teljesen érthető, tehát miután elindított egy jogszerű népszavazást, összeszedett több mint 100-110.000 aláírást, nem csak, hogy arra kötelezték önt, hogy semmisítse meg, de még ön mindezen eljárások miatt még fizessen is a saját pénzéből annyit, amennyit. Hát ezt, az,
megérthető, ha azt mondta, hogy inkább leüli. De akkor ezek szerint ez mégse történt meg szerencsére. Nem történt, mert ettől elálltak, nem kaptam meg ezt a végzést. Itt azért azonban nem szabad a történetből semmiképpen kihagyni, hogy amellett, hogy a szakszervezeti szövetségek, tisztségviselői, magánszemélyek, barátaim segítettek ebbe az aláírásgyűjtésben, és ahogy említettem, az egész országban, Szombathelytől Záhonyig, Szegedig, szinte valamelyen településen, a horvát tengerparton magyarokkal írattam alá az aláírásgyűjtő ívet, de széles a skála, Miskolcon, a DVTK stadion bejárata előtt, de azt is el tudom mondani, hogy Budapesten, a Grupama Aréna előtt, egy Magyarország-Románia válogatott mérkőzés előtt, pont a nőszervezet munkatársai, a Vasutasok Szakszervezete női tisztségviselői is a segítségemre voltak. Nagy sikerük volt a férfi szurkoló táborban, hogy ők a férfi 40 aláírásgyűjtőivel keresik meg, most azt mondom, ezt a fiatalabb korosztályt is. Igen, tehát azt elmondhatjuk így az eddigiekből, azért nyilvánvaló, hogy ennek a kezdeményezésnek egy nagyon komoly és nagyon széles társadalmi bázisa volt és van. Tehát, hogy úgy a nőszervezetek, mint nők egyénenként, úgy vasutasok, egyéb dolgozói szakszervezetek, mind akkor ezek szerint a társadalom minden rétege ezt maximálisan támogatta. Politikai pártoktól mentesen, magánszemélyként van a kezdeményezés, ugyanis a megkeresésre elutasítást nem kaptam. Ott tartunk most, hogy megsemmisült a munka, az a hatalmas munka, amit ennyi emberrel, ennyi támogatással a háta mögött el tudott ilyen hamar végezni. Hát hogyan tovább, mert nem adta fel. Így van. Akik engem ismernek, azok tudják, hogy soha nem adom fel. Szokták mondani, hogy ha kidobnak az ajtón, akkor bemegyek az ablakon. Itt is ezt vallottam, és ennek az lett a következménye, hogy 2017-ben elfogadva azt az érvelést, amit leírtak, hogy a nőknek a családban eltöltött szerepe miatt előnyt kell élvezni a férfiakhoz képest, nagyon egyszerűen lefordítva, én ezt elfogadva beadtam azt a kezdeményezést, amely akkor a férfi 42. Tehát akkor nézzük meg, hogy a 42 év jogviszony után a férfiaknak a lehetőséget biztosítják-e erre. A végső indoklás tehát az első népszabadulási kezdemény elutasítására az volt, hogy Magyarország alaptörvénye külön pontban deklarálja gyermekek, idősek, sérültek, illetve a nők külön jogait, külön védelmét. Tehát érvelt így a bíróság, hogyha a férfiak azonos nyugdíjjogokat kapnak a nőkkel, akkor ez a nőknek az alaptörvény által biztosított többlet jogait kiüresíti. Érezzük nyilván itt az alapvető problémát mind a joggal, mind a jó érzéssel, hiszen ahogy egyébként az indoklásban is szerepel, van olyan bekezdése az alaptörvénynek, amely kifejezetten tiltja a nem szerinti különbségtételt. A 15. cikk alapjogi rendelkezése, a 15. cikk harmadik bekezdése is kifejezetten deklarálja a férfiak és a nők egyenjogúságát, majd az 5. bekezdés ezekkel teljesen szembe menve deklarálja, hogy ezek mind nem számítanak, mert egyébként a nőket külön jogok élvezik meg. Az a teljesen abszurd az egészben, hogy innentől kezdve bármiféle egyenlő jogot teljes mértékben el lehet venni a férfiak kárára, hiszen ez gyakorlatilag azt mondja ki, ráadásul ennek nem csak a leírja, az alkalmazott módja is, ahogy láttuk, hogy a nőknek mindig többet kell adni, mint amit a férfiak kapnak, mert ez úgy egyenlő tulajdonképpen. Tehát ezek teljes mértékben nonsens, jogilag is, erkölcsileg is azt gondolom egy nonsens és cinikus indoklás, amit akkor kívántod megkerülni azzal, hogy jó, akkor ne férfiak 40 legyen,
akkor adjunk egy kicsit kevesebbet a férfiaknak, de valamennyit még így is adjunk, akkor legyen férfiak 42, jól értem, ugye? Így és van. Akkor így adta be a következő kezdeményezését. Így van, már most ugye tudtam az utat, hogy hogyan kell mindezt megtenni, tehát a Nemzeti Választási Bizottsághoz ugyanazt a kérdést a 40 év helyett a 42 évet feltüntetve beadtam. A 30 napos határidőn belül ugyanúgy megkaptam a választ, hogy költségvetését érintő továbbra is a Választási Bizottság szerint érinti a kérdés, ezért ebben a kérdésben nem lehet Magyarországon népszavazást tartani. Ez egyébként azért is megint csak egy nagyon cinikus érvelés, mert azért ha visszagondolunk az elmúlt évek népszavazásaira, akkor jó pár olyan kérdés volt, ami közvetve vagy közvetett módon, de szintén érintette Magyarország költségvetését. Tehát önmagában megint csak erre hivatkozni éppen olyan alaptalannak tűnik nekem is mondva csináltnak, mint arra hivatkozni, hogy az a nemi egyenlőség, hogyha a férfiak kevesebbet kapnak. Így van. Tehát ezért akkor elutasították erre hivatkozni. Ismételten elutasították erre való hivatkozással. Ezért úgy gondoltam, hogy két út van, elmenni Strasbourg, Emberi Jogi Bíróság, hogy itt ismételten sérül az én jogom, és megtudva azt, hogy egy ilyen nemzetközi beadvány elkészítése az körülbelül 500 ezer forintba kerül, és ezt kellett volna személyesen vállalni, illetve ettől sokkal meghatározó volt az, hogy ebben a kérdésben Strasbourg 18-36 hónap után dönt. Tehát akkor ott voltam 2017-ben, tudtam, hogy 2018-ban újra választások vannak, tehát látva ezt, hogy a választásokig ebben a kérdésben már döntés nem születik. Ezért maradt a másik út, hogy egy újabb programot kell ezzel kapcsolatban elkészíteni. És akkor úgy döntöttem, hogy ahogy haladunk az időben előre, egyre közelebb ahhoz, hogy férfiak és nők számára egyformán a 65 év lesz a nyugdíjkorhatár, közeledve ehhez az időponthoz egy olyan lehetőséget kell teremteni, amely mindkét nem számára egy lehetőséget biztosít. Ezért elkészítettem, és megírtam egy olyan programot, amelynek az a címe, hogy lehetőség 60 felett. Ez a program azt jelentette, hogy mindegy, hogy nő vagy férfi, és itt engedjenek meg egy nagyon fontos mondatot zárójelben. Nagyon sok női képviselő is női érintett is írt levelet, hogy ő a női 40 jogviszonyt különböző dolgok miatt nem tudja igénybe venni meghatározott időn belül, tehát ugyan a jogszabály a lehetőséget biztosítja, de nem tudtak vele élni. Ezért több megkeresés volt már a férfi 40-et követően is, és ezért támogatták egyébként nők is és női szervezetek is, mert az a női 40 sem egységesen mindenkire egyformán ugyanazt a feltételt biztosította. Tehát itt megvolt egyrészt az igény arra, hogy a férfiak is megkapják ezt a lehetőséget, másrészt akkor megvolt arra is a társadalmi igény, hogy ezeket a programokat egy egységbe foglalva olyan nyugdíjtörvény jöjjön létre, ami mindkét nem számára nem csak egyformán biztosít jogokat, de igénybe vehető, átlátható és jó tervezhető is. Ugye az ön programja is gyakorlatilag, amit ekkor megírt, erről szól. Így van. Tehát akkor figyelembe véve azt, hogy hogyan van ez a lépcsős nyugdíjba vonulás lehetősége itt a 62 és fél évtől elérve 2022 65 éves életkor betöltésével mehet el nő és férfi egyaránt nyugdíjba. Ezért az új javaslatom az arról szólt, hogy meg kell teremteni a férfiak és a nők számára is a lehetőséget egyaránt, hogy akár csökkentett nyugdíj igénybevételével is, akár 38 év munkaviszonnyal, vagy éppen 43 év munkaviszonnyal, de
az életkor betöltését követően, amennyiben akár egészségkárosodása van, akár egy munkahelye megszűnik, és a végzettségének, képzettségének megfelelően nem tud elhelyezkedni, akkor egy lehetőség legyen a számára az, hogy egy csökkentett ellátást igénybe tudjon venni. Én úgy gondolom, hogy ez nő és férfi számára egyaránt, illetve hát a család számára nagyon fontos, hogy biztosítva van hosszú távon a családnak a megélhetése ezáltal. Ezt a programot megírva megkerestem valamennyi politikai pártot, mert úgy gondoltam, hogy ebben egy széleskörű társadalmi bázis, és tanulva az első két népszavazási kezdeményezésből, azt látva, hogy itt az országgyűlés hozza meg a határozatot, az országgyűlésben pedig a politikai pártok képviselői vannak jelen, ezáltal a lehetőséget úgy lehet elérni, hogyha ennek a parlamentben ülő politikai pártok szereplői támogatják ezt. Volt a parlamentben a férfi 40-ről vitanap, ahová meghívtak, szakszervezeti tisztségviselőkkel vettem részt a parlamentbe. Ez egy késő délután, teljesen késő estébe zajló vitanap volt. Pro és kontra hangzottak el az érvek, csak számomra az volt a meglepő, hogy a kormánypárti oldalon az előre megírt mondatokat olvasták fel képviselők, míg személyesen egész más álláspontjuk van erről a kérdésről. A szenátorok egyenként remek férfiak, de a szenátus együtt egy gonosz bestia. Ez jutott eszembe, amikor mondta, és hát sajnos ez sokszor így működik, hogy azért a parlamenti pártok, a nagyobb parlamenti pártok sajnos lényegében ezt már több témában is láttuk, hogy nem igen különböznek a tetteket tekintve. Ugye a Mi Hazánk ebben is egy harmadik utat képvisel, mert biztos tudja, hogy a mi százoldalas viradat programunk tartalmaz természetesen nyugdíjtörvényt. A viradat program tartalmazza a férfiak 40-et, és nem csak ezt, hanem ennél többet, gyakorlatilag az ön elképzelésével rémelő módon egy ilyen bónusz-malusz fokozattal ugyanígy fölépített nyugdíjrendszert, ami férfiaknak, nőknek egyaránt a munkájuktól, a ledolgozott évek számától, életkortól, fölnevelt gyerekektől és sok más ponttól teszi függővé azt, hogy az adott személy éppen mennyi nyugdíjjal tud elmenni a jól megérdemelt pihenésre. Tehát nem véletlenül beszélgetünk mi most ketten erről, mert azt gondolom, hogy ezek az elképzelések nagyon is találkoznak. A harmadik út, a Mi Hazánk, ezért is szükséges a parlamentbe, hogy legyen egy olyan erő, legyen egy olyan párt, ami szavakban is, tettekben is felvállalja, és megvalósítja ezeket a nagyon fontos programokat, ezeket a nagyon fontos tennivalókat. Bodnár úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és hogy beszélgettünk. Köszönöm szépen én is a beszélgetést.